Óriási siker lett a Viszkis című film. Ambrus Attila életéről szóló mozi már közel 300 ezeren látták. Itt van velünk Ambrus Attila. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Hát, és még én sem láttam, képzeld el, pedig annyira meg akarom nézni, egyszerűen nem tudok időt szakítani, hogy elmenjek moziba, úgyhogy nagyon kíváncsian várom. Te mikor láttad? Először. Háromszor néztem meg a filmet, először ugye, amikor még ilyen nyers állapotban volt, aztán a premieren, és utána Miskolcon beültem inkognitóba a moziba, és kíváncsi voltam azokra. Inkognitóba? Igen. Mert azt gondolom, hogy a barátok nyilván... Várj, mit jelent? Hogy úgy, ahogy annak idején dolgoztál, Nem, az volt a lényeg, hogy lekapcsolták a villanyt, és akkor mentem be, és beültem ugye a nézők közé, és kíváncsi voltam, és hát elkövettem azt a szemétséget, hogy hallgatkoztam. Tehát ugye ez nem illik, de úgy voltam vele, hogy hát ott nem tudsz hallgatózni, hát ott vagy benne. Kíváncsi voltam, hogy mik az első spontán reakciók a filmmel kapcsolatosan, és hát ugye amikor a villanyt felkapcsolták, akkor hát mindenki ledöbbent, hogy én ott ülök, és ez egy óriási flash volt számomra, mert hála jó égnek végre első kézből kaptam. Te is mit mondtak, azt mondd már el. Hát nagyon pozitív volt a visszajelzés, és azt gondolom, hogy a nézőszámok önmagukért beszélnek. Az jó, az egyértelmű, de akkor jó. Igen, tényleg mindenki dicséri, de mi volt az a kritika, amire azt mondtad, hogy igen, lehet, hogy jogos. Volt ilyen? Akkor nem fogalmazták meg, nyilván ugye egy kétórás filmben nagyon nehéz 50 évet belepakolni. 3 órás volt eredetileg a film, csak ki kellett szedni, mert 3 órát ugye maximum a Titanicot nézik 3 órán keresztül, és utána 10 percig kint álltam, és jegyeket írtam alá, illetve fotózkodtam. De jó, hát kellett neked. Picit kellemetlen volt, de jó érzés volt, igen. Van olyan momentum egyébként, ami nem került bele a filmbe, de szerinted fontos lett volna, hogy még az egy picit lökjön rajta? Az a helyzet, hogy ez nem dokumentumfilm, és pont ezért volt egy pici mozgástere a Nimrodnak, az Antal Nimrodnak. Én azt gondolom, hogy komplexen egy átfogó képet próbál bemutatni az életemről, illetve az idézőjeles munkásságomról. Nincs bennem hiányérzet. Aha. Ugye a 2 órában szerintem belepakolt mindent, amit emberileg bele lehet tenni, meg szakmailag. Erdélyi rész van a filmben? Még egyszer mondom, én nem láttam sajnos, tehát azért kérdezlek, mert neked fontos ugye az életedben Erdély, és gondolom, hogy oda is viszitek a filmet. Így van. Erdélyi rész úgy van benne, hogy azokat a jeleneteket, amiket Erdélynek szántak, azokat itt Magyarországon vették föl, mert ugye a stábot kiutaztatni, tehát ez egy nagyon komoly költséget vett volna. Most megyek 10 napra Erdélybe, egészen Bukaresttől Marosvásárhelyig, sőt, még talán Kolozsvár is benne lesz, tehát 10 napon keresztül próbáljuk a filmet, már megvette egy román cég, és a filmet ott is vetítik, úgyhogy bízom benne, hogy jó fogadtatása talál. És hát az is izgalmas volt, hogy eljöttél onnan. Hát ez nagyon rég volt már, ugye nagyon sokan már csatogós lepkével sem jártak, tehát már bocsánat. Igen, ezt most magamra vettem. De ugye 88-as történet, akkor még ugye Ceausescu regnált, tehát elég komoly diktatúra volt, és én a vonat alatt jöttem át, és ezt a filmben is valamilyen szinten megpróbálták bemutatni. Igen? Aha. Te mit gondolsz erről az egésztől, ami téged most körülvesz és övez? Egyrészt ugye egy óriási nagy siker, kaptál egy nagyon nagy népszerűséget egy műsor az Ázsia Express kapcsán, és nagyon sokan kikezdtek téged, hogy hát egy bűnözőnek azért ne legyen már tévéműsora, meg ne legyen már filmje. Mit gondolsz erről? Én azt gondolom, hogy mindenkinek az álláspontját tiszteletben kell tartani, bár kétségkívül rengeteg olyan ember bánt, aki mondjuk irigy, esetleg nem néztük körbe, ezekkel nem tudok mit kezdeni. Én annyiszor bokáztam már, annyiszor kértem elnézést, még lassan a macskától is elnézést kértem, tehát sajnálom, ami történt, nem vagyok rá büszke, tehát ugye az életem ezt a részét megpróbáltam lezárni, illetve próbálom lezárni, de néha találkozok olyan álláspontokkal, véleményekkel, amik nyilván részben jogosak, részben nem, de én azt gondolom, hogy leültem a büntetésemet, tehát én megbűnhődtem, hoztam rengeteg rossz döntést az életemben, azt gondolom, hogy minden embernek vannak jó és rossz döntései, én ezeket a dolgokat lezártam, több mint 5 éve kint vagyok, most már 6 éve, január 31-én lesz 6 év, hogy kint vagyok, dolgozom, megpróbálok visszailleszkedni a társadalomba, és azt mondom, ez a legfontosabb része a dolognak. Az, hogy ebből filmet csináltak, nyilván egy Oscar-díjas vagy egy Nobel-díjas fizikusból is lehetne filmet csinálni, így döntöttek, akik erre adták a pénzt. Ez nem az én döntésem volt, én maximum asszisztáltam ebben a történetben. Ezt nem nehéz egyébként cipelni, hogy újra és újra szembe jönnek ezek a negatív kommentek, negatív dolgok, és te már túl vagy az életednek ezen a szakaszán? Hála jó égnek, nekem van egy 54 ezeres oldalam, tehát ugye ott a 90% az egy pozitív visszajelzést kapok, én bárhol elmegyek árulni. Van persze olyan ember is, aki ugye a háta közepére nem kíván, mert abszolút megértem, hogy ő így gondolkodik. Én tudom, ezt, legalábbis megpróbálom ezt kezelni.
Mondom, tiszteletben tartom, hogyha valaki bánt, de egyszerűen nem tudok. Ez egy pici ország, nem nincs nagy mozgásterem. Tehát ugye az Egyesült Államokban átmennék egy másik államban, és a kutya nem tudná, hogy ki vagyok. Vagy ezért, akár ezt meg is tehetnéd egyébként, és meg ezt, is de nem, mert én magyar embernek tartom magamat, és nekem itt a hazám. Az más kérdés, hogy elkövettem súlyos bűncselekményeket, azért megbűnhődtem, és innentől kezdve azt gondolom, hogy mindenkinek jár egy második esély. Elmúltál 50, ugye? Éppen, hogy egy picivel, és... B-oldalas vagyok. Van egy komoly terved, vagy vágyad, vagy álmod? Szeretnél egy gyerkőcöt? Így van. Tehát hogy álltad ezzel a projekten? Hát dolgozunk rajta. Párod is szeretné? Tehát, hogy igen, partner természet. Benne? Igen? Abszolút. Csak az a helyzet, hogy ugye szoktam mondani, hogy jó munkához idő kell, arra rossz az néta. Rendesen össze kell rakni azt a gyereket, nem? Tehát, hogy tökéletes legyen. Igen, de üzletben is gondolkozzal, mert hogy Krisztiánnal nagyon jó viszonyban lettetek az Ázsia Express alatt. Mit akar ez? Hát, ha minden igaz, akkor tavasszal kijön egy könyvünk. Hát nem tudom pontosan meg a címét, mert ugye egy könyvnek mindig a legnehezebb része a címadás, a könyvnek a címadás. Igen, az nagyon fontos is, meg nagyon nehéz is. És valószínűleg az lesz, hogy Ázsiában a rossz fiúk, vagy valamilyen címele. Az ázsiai kalandokról? Az ázsiai kalandokról, és ugye azok, ami kimaradt az adásból, meg egyéb más nyalánkságok. Úgyhogy bízom benne, hogy ez tavasszal majd könyvesboltokba fog kerülni. Úgyhogy van egy közös történetünk is, illetve hát ugye tartjuk a napi szinten a kapcsolatot. Tehát még nem gyilkoltuk le egymást. Maradjon ez így. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és sok sikert könyvhöz, filmhez, mindenhez. Köszönöm szépen.